Szeretettel köszöntöm a megjelenteket és az online nézőket egyaránt. Hújber Tibor vagyok, és szerintem a legtöbben találkoztatok már valamilyen chatbottal, valamilyen platformon. Kaptak már hideget, meleget. A vállalatok különböző céllal hozzák létre ezeket a humán kapacitást kiváltó kommunikációs csatornákat, jellemzően ügyfélszolgálatok segítésére, belső kommunikáció hatékonyabbá tételére, vagy onboardingra, vagy raktárkészlet ellenőrzésre. De valójában azt gondolom, hogy az élet legtöbb területén létezik olyan helyzet, amiben ezekkel az eszközökkel elérhető, hogy dolgozóink, ügyfeleink, jelöltjeink szinte azonnal kapjanak valamilyen választ kérdéseikre, vagy akár elvégezzenek bizonyos típusú adminisztratív vagy egyéb feladatokat. A következő 10 percben engedjétek meg, hogy kifejezetten a fizikai toborzás segítő chatbotokról osszak meg néhány információt, illetve mutassam be egy kicsit a megértés végét ennek a technológiai hátterét és a működésének az előnyeit. Mi a célja a fizikai toborzás segítő chatbotoknak? Hát alapvetően az, hogy a fizikai toborzást és a recruitment folyamatokat egy bizonyos szintig transformálják digitális útra. Azon belül is szeretnénk, hogy több jelöltet generáljon, hatékonyabbá, gyorsabbá tegye a toborzás folyamatát, egy olyan kvalifikált shortlistet készítsen a toborzók számára, amiben látható, hogy kik a legjobb rankinggel rendelkező jelöltek, és ehhez mondjuk ne kelljen researchert használni. Fontos, hogy fokozzuk a felhasználói élményt, ugye az angolban ez a candidate experience, legalábbis a toborzás esetében, ami egy elég fontos momentum annak, hogy már a toborzás folyamat elején lojalitást építsünk a potenciális jelöltek között. Szintén fontos momentum a vállalati brandnek az erősítése, hiszen ha azt látják, hogy ennek a vállalatnak egy pozitív jövőképe van, építi a saját brandjét, és modern eszközöket használ, a tapasztalataink alapján sikeresebb tud lenni a toborzás. Aztán felmerül a költségcsökkentés, hiszen egy chatbot egy személy bérének a töredékért végzi 0-24-ben azt a munkát, amit egyébként így kapacitás hiányában viszonylag nehéz eszközölni. Fontos az is, hogy létrejönnek munkaidőn túl interakciók. Ha belegondolunk, hogy van egy 8 órás munkaidőnk, bár szerintem a toborzók körében ez most valamivel több, de hogy van egy 16 órás gap, amikor igazából nincsen lehetőségünk jelölteket toborozni, vagy felhívni őket, vagy nem veszik fel a telefont, ez egy nagyon fontos momentuma ennek a helyzetnek. De a kérdés az, hogy kiváltható-e valójában a humán kapacitás valamilyen digitális erőforrással. Hát megoszlanak a vélemények, szerintem egyelőre még nem, hiszen azt a fajta intuitív mechanizmust, amit implementálnunk kell a toborzásunkba, amihez humán kapacitás kell, azt a gépek még nem tudják elvégezni. Gondoljatok bele, hogy hány olyan potenciális jelölt volt az életetekben, amikor valaki lelkes volt, motivált volt, kíváncsi volt, dolgozni akart, de egyébként pusztán adatok alapján a paraméterei szerint nem felelt meg az adott pozíciónak, és egyébként a nap végén pedig nagyon jó megállt a helyét így a munkavilágában. A jövője az ennek a technológiának egyébként, hogy hamarosan bekerülnek még a közeli jövőben olyan pszichometriai tesztek vagy személyiségtesztek, amelyek egy kicsit még többet hozzátesznek az előszűrés folyamatához, de ténylegében igazából azokat a folyamatokat tudja kiváltani, amelyek repetitívek, adminisztratívak és nem annyira igényelnek humán kapacitást. Mi még azt prognosztizáljuk, hogy hamarosan meg fog jelenni a chatbotokban egyfajta gamification, ami egy ilyen érdekes eszköze lehet a toborzási folyamatoknak. Kicsit a technológia hátteréről. Megjelenik egy olyan szó, ami a Natural Language Processing, ami a mesterséges intelligenciának egy alkategóriája. Sokan azt gondolják, hogy itt egy ilyen autonóm tanuló robot dolgozik, és mindent felszed, megtanul, és akkor helyettünk elvégzi a folyamatokat. De valójában a kulcsfontosságú momentum itt a supervised learning, az az irányított tanulás. Ugye, ha autonóm lenne a rendszer, amire már történt néhány, történelmi példa a múltban, amikor mondjuk egy Microsoft kiengedte a Twitterre egy mesterséges intelligenciát, hát találjátok ki, hogy mit tanult meg elsőre, a káromkodást, a szlenget, úgyhogy szerintem a vállalat életében és a reputációjában nem megengedhető, hogy ezt felszedjék, úgyhogy maximálisan keretek között tartjuk azt, hogy mit tud tanulni egy bot. Tehát mi tanítjuk meg ennek a robotnak azt, hogy melyik mondat mit jelent, ez a mondat ezt jelenti, az a mondat ezt jelenti, illetve felmerül két nagyon fontos momentum, a szándék és az entitás. A szándék az a momentum, amikor egy jelölt a viselkedése, kommunikációja vagy menüpontos kiválasztása alapján eldönti, hogy mit szeretne elérni ezen a chatboton keresztül.
Az entitás pedig egy pontosító információ. Mondok egy példát, hogyha egy jelölt azt írja be a rendszerbe, hogy Budapesten keresek csomagoló állást, ugye a szándék az, hogy állást találjon, a pontosító információ pedig az, hogy Budapest mint lokációban, és a pozíció megnevezése is egy entitás, hiszen egy változó tényező, ez a csomagoló pozíció, úgyhogy innentől kezdve a robot tudja azt, hogy hova kell vinni a toborzás, illetve a jelentkezés folyamatába a potenciális jelöltet. Létezik egy menürendszeres kommunikációs lehetőség a platformon, ezt azért hoztuk létre, hogy gyorsítsa, ne kelljen minden szövegben beírni, kínálunk alternatívákat, néhány klikkel kiválaszthatja, hogy melyik lokációban milyen pozíció szeretne választani a jelölt, ez hatékonyabbá, gyorsabbá teszi a jelentkezés folyamatát. Szabadszavasan is kommunikálhat a bottal, egy remek kontextus felismerő rendszer működik ezekben a robotokban, ami egyre gyorsabban fejlődik. Itt azt is fontos megnevezni, hogy egyébként betűtévesztés, helyesírási hiba és egyéb stilisztikai problémák mellett is viszonylag jól meg tudja határozni a robot, hogy mi a szándéka a potenciális jelöltnek. Hogyha valaki pontosan definiálja, hogy mit szeretne, vagy leírja a szándékot és az entitásokat, akkor a robot időt spórol, a jelentkezésnek abban a folyamatában viszi, ahol már nem kell megkérdezni ezeket az információkat, tehát akár percekkel le lehet rövidíteni a jelentkezés folyamatát. Hát vannak kihívások, szerintem mindannyiatok életében vannak olyan jelentkezések, amikor néha még egy humán kapacitásra is nehéz eldönteni, hogy pontosan mit akar a jelölt. Mutatok rá egy élő példát ott jobb oldalt fent, ez egy valid jelentkezés volt. Őszintén szólva minket is megizzasztott az első ránézésben, hogy mit szeretett volna a jelölt. És azt is be kell valljam őszintén, hogy ilyen mélységű és ilyen szintű technológia nem áll ebben a pillanatban a rendelkezésre, hogy mindent eldöntsön. De valójában abban az irányba haladunk, hogy ténylegesen komoly stilisztikai, nyelvi és helyesírási problémák mentén is felismerje a szándékot egy jelentkezés folyamatában. Egy kulcsfontosságú momentum a chatbotok életében az, hogy tudjuk ATS-be integrálni. Ez egy kritikus kérdése az automatizációnak, ugyanis amennyiben ez létrehozható, és rendelkezik a vállalat egy remek ATS-sel, az esetben a benne lévő pozíciók manuális munka nélkül is automatikusan bekerülnek a chatbotokba, beleértve a lokációkat, a job description-öket, tehát minden információ, ami az ATS-ben rendelkezésre áll, az be tud menni a botba, gyakorlatilag automatikusan tudják használni, anélkül, hogy bárki hozzányúlna. Fontos a jelöltek szinkronizációja, nem szeretünk duplikációt a rendszerben, szeretjük, hogy az adatok egyikből a másikba, vagy a botból pedig az ATS-be automatikusan bemenjek. Minden jelölthöz tudunk kapcsolni egy jelentkezési folyamatot, tehát ha feltöltenek egy CV-t, az szintén az ATS-ben megjelenik, úgyhogy az ATS-be vezető úton sincs szükség arra, hogy manuálisan bármit elvégezzenek. Be van építve a GDPR-nak megfelelő megfeleltetés, ahol ki tudják választani, hogy mennyi ideig tárolják az adatokat, de ez cégspecifikus, akinek valamilyen másfajta GDPR folyamata van, ahhoz lehet ezt igazítani. Szintén egy jó feature az, hogy tudnak interjúkra jelentkezni. Magyarul, ha valaki az éjszaka folyamán jelentkezett, akkor reggel a toborzó már látja azt, hogy milyen időpontban lesz az adott interjú. Azt is fontos megemlítenem, hogy azoknál a vállalatoknál, ahol nincsen ATS, ott egy olyan dashboard felületet tudunk biztosítani, amely egyébként ellátja ezt a fajta adatbázist meglehetősen sok információval. A dashboardban lehetőség van arra, hogy a legmessze menőkig lássunk statisztikákat, akár döntés előkészítéshez is remekül használhatóak, és paraméterezhetők, hogyha ATS nincs, az, hogy a pozíciónak mik a részletei, mik az elvárásaink, milyen kritériumokhoz milyen pontszámot adunk, és egyébként, ha valaki a chatboton keresztül kitölti a mi kritériumunk szerinti kérdőívet, másnap megjelenik egy ilyen kvalifikált a lista, és látszanak azok az információk, hogy kik a legrelevánsabb jelöltek a gépezetben. Ez időt spórol, és gyakorlatilag csak azokat érdemes felhívni, akik a legmagasabb pontszámot kapták. Természetesen ebben az időszakban, amikor vállalatok így lapátolják be a jelölteket, ilyenkor hallottam már ilyet is, hogy kezelába legyen, de hát, hogyha meg tudunk határozni olyan kritériumokat, amihez pontszámot rendelünk, akkor pontosítható ez az előszűrési mechanizmus. Statisztikák alapján látjuk most már az elmúlt 3 évben, hogy már az elején egy kicsit
említettem ezt a témát, hogy nem csak munkaidőben használják ezeket a jelentkezési lehetőségeket. Az elmúlt 3 évben jól látjuk azt, hogy munkaidő után nagy mennyiségű jelentkezés történik, sokan töltik ki a megfelelő kritériumok szerinti kérdőíveket, és másnapra, abban az időben, amikor egyébként mi nem dolgozunk, abban az időben nagyon sok jelentkezés tud generálódni, sok-sok ezer munkaórát és költséget megspórolva a vállalatoknak. Mi magunk tudjuk beállítani, hogy milyen statisztikákra vagyunk kíváncsiak, legyen az pozíció, napi jelentkezések száma, annak eloszlása, illetve azt is tudjuk látni, hogy milyenek a teljesítési arányok. Különböző platformokra implementáltuk már a chatbotokat. A toborzás tekintetében a 2 legrelevánsabb ez a Facebook Messenger, illetve a saját weblap. Sokan használják a Facebook Jobson keresztül is, hogy itt generáljanak jelölteket, és ezen keresztül megkapják az adott információkat a jelöltekről. Viberben is jól működik, Teamsben, Google Hangoutsban és WhatsAppben, de az utóbbi esetek jellemzően inkább belső kommunikációban használatosak a technológia és egyéb követelmények miatt. De erről egyébként szívesen mesélek majd nektek, csak most próbálok koncentrálni kizárólagosan a toborzó botokra. Az eredmények tekintetében az elmúlt 3 évben a következő visszajelzéseket kaptuk. 7/24-ben elérhető volt, korlátlan mennyiségű egyidejű jelentkezést tudott lebonyolítani. Jelentős mennyiségű jelentkezés történt munkaidőn túl. Nagyon pozitív volt, hogy telefonról is elérhető, sok munkás a munkaidő után vagy műszak közben a telefonjáról tud jelentkezést lebonyolítani. Több száz fő toborzott munkavállaló került be a gépezetbe és diákmunkás. A többszörös konverziós rátáról számoltak be, ami azt jelenti, hogy a megszólított per felvett munkavállalók aránya 2-3-szorosára növekedett a hagyományos toborzási folyamathoz képest. Sok ezer elvégzett munkaórája volt és kiváltott 4-5 munkavállalót. Már ezt nehéz pontosan meghatározni, mert azért ennek van egy brandépítő értéke, egy PR értéke, és olyan értékek, amelyeket nem lehet pusztán egy toborzási FTI-re levetíteni. Illetve remekül működött külföldiek tekintetében, jelen pillanatban is dolgozunk Ukrajnában és Szerbiában is. Ha jól emlékszem, talán az egy előző előadásban hallottuk, hogy külföldről is meglehetősen sok toborzás történik. És akkor gyorsan megmutatom, bár ez egy gyorsított videófelvétel a toborzás folyamatáról, de talán érdekes lehet, és láthatjátok, hogy pontosan milyen működési elve egy gyors fizikai jelentkezésnek. Bemutatkozás. Menürendszeres választási lehetőséget láttatok, de a munkás úgy döntött, vagy jelölt, hogy szóban kommunikál, és van benne betűtévesztés is. Szándékosan próbáltuk bemutatni, hogy egyébként így is egész jól működik. Van egy entitás, azaz városválasztás, aztán van egy pozíció terület megnevezés. Itt történt egy pontosítás, targoncás pozícióra jelentkezik az illető. Egy job description, van egy jelentkezés gomb, és egy kis slang, mert hogy azért a rendszer felismeri a különböző a fizetéssel kapcsolatos összes szinonimát ismerjük, az egész biztos. Egyéb juttatások, jelentkezés a pozícióra, GDPR adatvédelmi nyilatkozat letöltése és elfogadása. Adatfelvétel. Formátum figyeléssel próbáljuk begyűjteni az adatokat. Műszakrend választási lehetőség.
Nem viszem végig a folyamatot, mert ha jól látom, lejárt az időm. Nagyon szívesen állok rendelkezésetekre, hogyha bármilyen kérdésetek van, és szívesen mutatunk egy egyedi demót is nektek. Köszönöm szépen a figyelmet!